Gazdaság és turizmus, kerékpárutakat építenek és fesztiválokat rendeznek a nyáron Gáva Vencsellőn. Égi élmény, bökönyi iskolásokat láttak vendégül a balkányi repülőtéren. Nagy fogás, 15 ezer doboz adózatlan cigaretta került elő a kamionból, rendőrkutya szagolta ki. Munkahelyteremtéssel, infrastruktúrális fejlesztésekkel és a Tiszapart korszerűsítésével szeretné helyben tartani a fiatalokat Gáva Vencsellő önkormányzata. A településen még idén kerékpárút építése kezdődik meg Paszab irányába, emellett több belterületi út megújulhat a nagyközségben. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió iradója. Nyáron színes programokkal várják a turistákat Gáva Vencsellőn, mondta a település polgármestere Berec János 35 perc című műsorunkban. Idén is megrendezik többek között a Tisza Challenge-et és a Krumpli Fesztivált. A Tisza közelsége az egyik legfőbb erénye Gáva Vencsellőnek. A 3500 lelkes település vezetése szeretné gazdaságilag és élhetőség szempontjából is kihasználni a kedvező földrajzi fekvést. A nagyközségre az elmúlt években az előregedés volt jellemző, a közeljövő fejlesztéseivel azonban arra törekszik az önkormányzat, hogy helyben tartsa a fiatalokat. Erről Berec János Gáva Vencsellő polgármestere beszélt 35 perc című műsorunkban. Nekünk mondom, mint önkormányzatnak az élhetőbbé tételt, az utak javítását kell egy kicsit előtérbe helyeznünk a közeljövőben, amelyre be is van adva egy komoly pályázatunk, tehát nagyon sok olyan mellékút, hogy úgy mondjam, lesz felújítva, amely eddig elmaradt a település életéből. Illetve hát a nagy bekötő útjaink, egy Nyíregyházatokkal itt összekötő főútvonalra rákött Varjulaposnál TS út, mi úgy hívjuk, csak régi TS út, tehát ennek a kiszélesítése, felújítása, amely az autópályát teszi majd elérhető közelségbe még jobban Gáva Vencsellő számára. Az önkormányzat pedig ezzel párhuzamosan a turizmus fejlesztésére törekszik. Szeretnék ehhez a Tiszapartot korszerűsíteni, és dolgoznak azon, hogy forrást kapjanak a Dezsőfi kastély felújítására. Ami viszont már biztosnak tekinthető, hogy még idén kerékpárút építése kezdődik meg, Paszab irányában lesz biztonságosabb a közlekedés. Ugyebár indul a Nyíregyházatokkal turisztikai tengely, mi is, mint Tisza menti települések, nagyon sokan erre próbálunk ráugrani, és hát vannak települések, akik már előrébb járnak, van, akik még most kezdik ezt a dolgot. Mi már évek óta építjük ezt a vonalat, van egy komoly turisztikai tervünk, egy koncepciónk, a kicsit a Balsa-Vencsellő közötti területre koncentrálva, amely a településnek egy meghatározó szegmense, tehát ott van a kastély is, ott vannak a fő vendégházaink, ott van a János-tó, a kishajókikötő, és ezt a térséget szeretnénk turisztikailag még jobban megmozdítani. Messze vagyunk még a céltól, én úgy gondolom, de ahogy mondom, kockánként építjük fel. Gáva Vencsellő idén is színes programokkal készül a helyieknek és a turistáknak egyaránt. Négy színházi estet is rendeznek, augusztusban újra vízbe csobbanhatnak az emberek a Tiszai Challenge-en, a szintén augusztusi Krumpli Fesztivál pedig immár 24. alkalommal várja a vendégeket. Nyíregyháza is csatlakozott a Csóri Sándor Népművészeti Fesztiválhoz. Szombaton a Szabadság térre várják az érdeklődőket, ahol néptáncosokat, zenekarokat és kézműveseket láthat a közönség. A kulturális program egy Kárpát-medencei összefogás része. A Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál ezen a napon 30 helyszínen Körmenttől Csíkszeredáig várja a látogatókat, ahol összesen 10 000 táncos szórakoztatja a jelenlévőket. 2021-ben egy országos rekorddal hívta fel magára a figyelmet a Nyírségi Tánc Együttes. Ekkor 722 verbunktánc videófelvétele gyűlt össze 30 nap alatt. A pandémiás évek után idén már valóságos helyszíneken, június 11-én egy nap alatt 10 000 néptáncos fog bemutatót tartani a Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál keretein belül Körmenttől Csíkszeredáig. Nyíregyháza először vesz részt a programsorozatban. Régóta tervezzük a Martin György Néptánc Szövetségben, én annak az alelnöke is vagyok egyúttal, és régóta tervezzük ezt a úgynevezett Csóri Sándor Népművészeti Fesztivált, hogy országszerte, illetve Kárpát-medence szerte meg tudjuk valósítani. De többször közbeszólt ez az áldatlan vírusos helyzet és a veszélyhelyzet, és hát egyszerűen nem lehetett találni egy olyan időpontot, hogy ezt meg lehessen csinálni.
És most jutottunk el odáig, hogy egyébként én azt javasoltam, hogy június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján csináljuk meg ezt a rendezvényt, hiszen mikor lett volna ennek jobb helye. Majdnem sikerült, de az erdélyiek lebeszéltek bennünket, hiszen akkor volt a csíksomlyói búcsú, és hát ugye ez a két rendezvény azért nem fér meg, hiszen óriási tömegeket mozgat meg a búcsú is, ez is remélhetőleg. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere örömtelinek tartja, hogy az önkormányzat által támogatott két évente megrendezésre kerülő néptáncfesztivál mellett idén kormányzati forrásból is szervezhetnek egy népművészeti találkozót. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fesztivál nem csak a nyíregyháziak rendezvénye, hanem a megyei népművészek bemutatkozására is lehetőséget ad. Ez egy megyei rendezvény. Tehát itt a néptáncosok is megyeiek, itt az alkotók is megyeiek, és a népzenészek is megyeiek. Tehát ez megyei szintű rendezvény, amelynek Nyíregyháza ugyanúgy, ahogy a Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak is örömmel ad helyet. A népművészeti fesztivál keretében alkalom nyílik a kézműves foglalkozások megismerésére, valamint kipróbálására is, mivel a Csóri Sándor program az elmúlt 5 évben mintegy 20 milliárd forinttal támogatta a Kárpát-medence hagyományőrző népművészeti életét. Elég sok mesterséggel jövünk. Egyesületünkben 6 szakkör van, azoknak annak a 6 szakkörnek, tehát ez a vercsipke készítés, a nemesz készítés, a szövés, akkor van a fafaragás, kosárfonás és a fazekasság. A Nagykálói Népművészeti Egyesületből ők szintén vercsipke készítő jön, akkor kálói hímzést fognak bemutatni, gyöngyfűzést és csuhé készítést. Úgyhogy, és azon kívül még nem csak a szakköröseink jönnek el, hanem olyan is, mint kovács mesterséget űző egyesületi tagunk, vagy mézes kalács készítő, tehát még tehát ezen kívül is, ugye, akik elég sok tagunk van, úgyhogy tehát azért többen is részt vesznek még a szakkörösökön kívül. Az ökumenikus istentisztelettel kezdődő szombati programsorozaton Nyíregyházán 17 táncegyüttes, 4 zenekar, valamint táncház és kézműves foglalkozás várja majd az érdeklődőket 11 órától a Szabadság téren. Újra megnyit péntektől a sóstói piac. Az üzemeltető Nyírvévé tájékoztatása szerint a Blaha Lujza sétány melletti szökőkútnál nyíló vásár hetente 5 napon át, szerdától vasárnapig várja az érdeklődőket. Helyi termelők, ipar és népművészek kínálják portékáikat, de megrendezik a Zene Sóstón című nyári sorozatot is. Életre szóló élményekkel gazdagodtak csütörtök délelőtt a Bökönyi Általános Iskola első osztályos tanulói. A gyermekek sárkányrepülőben mutatót csodáltak, amihez a balkányi repülőtér biztosította a helyszínt. A reptér hamarosan nem csak a diákok számára szervez eseményt, június 17-én, 18-án és 19-én ejtőernyős bemutatókat láthatnak a repülés iránt érdeklődők. Ott a repülő! Megérkezésük után azonnal felfigyeltek a Bökönyi Általános Iskola diákjai a balkányi repülőtér légijárműveire. Mindössze néhány percet kellett várni a tanulóknak az újabb meglepetésre. Nyíregyháza irányából 2 motoros sárkányrepülő érkezett. A látvány azonnal elnyerte a gyermekek tetszését. A pilóták landolását követően a bökönyi tanulók közelről is megismerkedtek a gépekkel. Osztályfőnökük szerint ezt a napot sokáig nem felejtik el a tanítványok. Ez egy óriási élmény ezeknek a gyerekeknek, már éveleje óta várják, mert hallották, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy eljöhetünk. És most, hogy megvalósult, most egyrészt nagyon szépen szeretnénk megköszönni a repülőtérnek és a Nyíregyházi Légi Sportegyesületnek. Másrészt meg úgy érzem, hogy ez nekik egy életre szóló élmény. Plangár János a repülőtér tulajdonosa, később a hangárba is bevezette a gyermekeket. Bemutatta többek között azt a gépet is, amelyet egykoron Farkas Bertalan, Magyarország első űrhajósa is többször irányított. Ez az első ilyen történés a balkányi repülőtér történetében, hogy megkeresésre jönnek ide fiatal gyerekek,
természetesen nyitottak vagyunk, szívesen látjuk őket. Itt egy negyedosztályú repülőteret láthatnak, egy füves repülőteret, ezt próbáljuk most bemutatni. Akarunk egy kis látványosságot kiszolgálni a sárkányrepülésekkel, a hangárban lévő gépeket megmutatjuk, amik itt vannak, itt van motoros vitorlás, ultrakönnyű kategóriás repülés, rendes normál kategóriás repülőgép, egy SK-61 Bulldog, ami a legnagyobb kategóriát képviseli. A 600 méteres kifutóval rendelkező balkányi repülőtér 3 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, ahol elsősorban fiatalok képzéseit, sportcélú repüléseket és élményrepüléseket valósítanak meg. A történet az 2019-ben indult, akkor kaptuk meg a reptér működéséhez az engedélyt. Azóta már van egy saját légisportegyesületünk, ami hivatalosan működik, be van jegyeztetve tagokkal. Van egy, én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép kis repülőgépállományunk, és ezekkel végzünk itt szabadon repüléseket. Illetve ezen kívül vannak rendezvények is, mert ejtőernyősugrások is szoktak itt előfordulni. Tavaly volt ennek is az első fordulója, 57 ember ugrott itt 3 nap alatt tandemugrásba. Ennek pedig idén is lesz folytatása, nem is kell rá sokat várni. A repülőtér jövő hét pénteken, szombaton és vasárnap várja a repülés és az ejtőernyőzés iránt érdeklődőket. Árokba borult és fejreállt egy személyautó szerdán délután a Kálói út városon kívüli szakaszán. Az autóban csak a sofőr utazott, aki megsérült a balesetben. Az anyagi kár jelentős, a helyszínelés idején félpályás útlezárás volt. 14 előadással várja a közönséget a 30. jubileumi Mandala nyár című programsorozat Nyíregyházán, amely július 1-én indul a Sóstúi Múzeumfaluban. A szervezők a Mandala Dalszínház saját produkciói mellett jubileumi gálaműsorral és számos vendégelőadással várják a szórakozni vágyó felnőtt és gyermek közönséget. Közel 6000 előadás és csaknem 2 millió néző a Mandala Dalszínház elmúlt 30 évének mérlege. Az idei nyárra pedig jubileumi gálaműsorral is készülnek, mondta el Bótis Gábor, a társulat ügyvezető elnöke és színésze, aki szerint a társulat egykori alapítója Dobos László nem csak jól vezette évtizedeken át a társulatot, de az elsők között vállalkozott az országban egy utazó zenés színház létrehozására. A 90-es évek elején a rendszerváltás után egy zenés, műzikeleket játszó színház született itt meg, ami olyannyira újszerű volt, hogy például a Móri Zsigmond Színház, a kőszínházunknál hamarabb voltak mikroportjaink, és még az akkori technikusok csodájára jártak, hogy miket is vásároltunk mi, milyen eszközöket. És egyébként akkor még a kőszínházak nem igazán tűztek a műsorra műzikeleket, de még zenés darabokat se annyira. Tehát aki műzikelt akart nézni, annak, vagy rockoperát, annak általában el kellett menni Budapestig, vagy mondjuk nyáron Szegedre. Tehát szerintem ez volt a siker egyik titka. Ugyanakkor, ugyanebből kifolyólag, miután műzikeleket játszottunk, ugye a József és a Bűvös Kabát volt az első produkcióm, egy olyan olvasztó tégely volt a Mandala Dalszínház, ahova az akkori fiatal tehetségek mind körénk gyűltek. Ugyanis mondjuk kórusban énekelhettek, egy tánccsoportban táncolhattak, egy műkedvelő színjátszó csoportban játszhattak, de egy műzikelben, ahol ezt a 3 tudást egyszerre kell megmutatni, ilyen lehetőségük nem volt. Bár jelenleg mindössze 30 fő alkotja a Mandala Dalszínház teljes társulatát, az elmúlt 30 évben több száz táncos és több ezer statiszta lépett színpadra különböző produkcióikban. Miután a 90-es évektől a kőszínházak is egyre több zenés darabot tűztek műsorra, a dalszínház művészei is változtattak a repertoáron. Első prózai vígjátékuk, a Páratlan páros 150 előadást élt meg. A társulat évközben utazó színházként járja az országot. Idén pedig immár 30. alkalommal rendezik meg a Mandala nyár című programot, amelynek idén is a Sóstói Múzeumfalu ad otthont. Augusztus 13-án lesz a Mandala nyár elmúlt 30 évére emlékező gála, és ebbe a gálába hívtunk meg vendégként olyan művészeket, akik több alkalommal jártak nálunk az elmúlt 30 évben vendégprodukciókban, vagy akár a Mandala Dalszínház valamelyik produkciójában vendégként. Koltai Róbert, Hüvösvölgyi Ildikó, Besenci Árpád, Heller Tamás, Mikó István és a pantomimes Méhes Csaba
fogadta el többek között a meghívásunkat, és ennek a gálának a tematikája hasonló lesz a társulati 30-hoz, ugyanis kis beszélgetésekkel emlékezünk ezekre a emblematikus előadásokra, amiket közösen éltünk meg, és utána minden vendégművésztől kértünk egy produkciót. Az ünnepi gála mellett a gyerekek és a felnőttek egyaránt megtalálhatják a számukra kedves szórakoztató előadásokat a stand-up comedy műfajától a rock koncerteken át a nagy operettig. Egyebek mellett a Mandala Dal Színház vendége lesz a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Zente Ferenc Színház, a Gergely Teáter, a Rátonyi Róbert Színház, valamint a Játék Szín produkciója, és még számos előadás. A 600 fő befogadására alkalmas szabadtéri helyszínen, a Sóstói Múzeum faluban, július 1-én a Hippolit a Lakály című zenés vígjáték nyitja meg a programsorozatot. Hatalmas mennyiséget, 15 ezer doboz adózatlan cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök Záhonynál. Az illegális rakományt Rafi, a szolgálati kutya szagolta ki. A tételes átvizsgálás során megbontották a kamion padlózatát, és a speciálisan kialakított rekeszekben bukkantak a 15 ezer doboz cigarettára, amelynek értéke 20 millió forint. A csempészárút és a pótkocsit lefoglalták. A sofőr ellen eljárás indult. Három aranyérmet szerzett a kaposvári ifjúsági országos bajnokságon Barna Bianka. A nyíregyházi úszónő az 50, a 100 és a 200 méteres mellúszásban szerezte meg az első helyet. Urbin Tamás tanítványa mindhárom számban rajtkőre áll majd a júliusi romániai junior Európa bajnokságon. Az elmúlt hét második felében rendezték meg Kaposváron az ifjúsági országos bajnokságot, amelyen 5 lány és 2 fiú képviselte a nyíregyházi színeket. Közülük 5-en viseldülőkorúak, Barna Bianka pedig első éves ifinek számít. 59 egyesület versenyzői közel 2000 rajtot regisztráltak. Ebből 12 Barna Biankái volt, aki a 3 mellúszószám döntőjében esélyeshez méltóan elsőként csapott a célba. Mindenképpen nagyon megterhelő volt, ugye döntőkkel délután. Első nap csak 100 mellen döntőztem. Ott is elfáradtam nyilván. Harmadik nap volt szerintem a legnehezebb, mert 200 mell és 400 vegyes volt, és mind a kettő számot egymás után úsztam, nem tudtam sajnos levezetni utána, de azt is megpróbáltam minél jobban kihozni. Utolsó nap pedig 50 mellen sikerült ugyanúgy egy aranyérmet szereznem. Urbin Tamás szerette volna, ha valamelyik nyíregyházi váltó döntőbe kerül, ami ezúttal nem sikerült. Ettől függetlenül a szakágvezető elégedett volt a fiatalok szereplésével. Meglepően magas indulószám, rekord nevezés volt, amit többen kihangsúlyoztak, hogy ifi bajnokságon ilyen még nem nagyon fordult elő. 3-3 futamokat rendeztek, 3 telefutamot is adott esetben váltószámokból. Sokszor csak hajszálon múlott, legközelebb majd jobban készülünk a váltókra. Egyéni számokban ugye 200 méter pillangón a Molnár Kitti szereplése nagyon jó egyéni csúcsot hozott, illetve 7. helyen zárt, ami azt mondom, hogy ebbe az erős mezőnyben is szép teljesítmény volt. A kicsik közül kiemelném például Lénát Esztert, aki minden gyorsúszó számában egyéni csúcsot javított. Ez nagyon jó jel a nyílt vízi hosszútávúszó és a serdülőbajnokság előtt. A junior Európa bajnokságot július 6-a és 10-e között rendezik a romániai Otopeniben. Barna Bianka mindhárom mellúszó számban indul, de a 4x100-os vegyes váltóban és a mix váltóban is számít rá a szövetségi kapitány. Idegenben győzött a férfi kosárlabda MB2 keresztjátékának első meccsén a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok Budapesten a MAFC Martos csapatát verték 70-62-re. A visszavágó péntek este 8 órakor kezdődik a Bánki csarnokában. A továbbjutó csapat tagja lesz az MB1 B-be kerülésről döntő 4-es torna mezőnyének. Híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Munkahelyteremtéssel, infrastruktúrális fejlesztésekkel és a Tisza part korszerűsítésével szeretné helyben tartani a fiatalokat Gáva Vencselő önkormányzata.
A településen még idén kerékpárút építése kezdődik meg Paszab irányába, emellett több belterületi út megújulhat a nagyközségben. Nyáron színes programokkal várják a turistákat Gáva Bencselőn, idén is megrendezik többek között a Tisza Challenge-et és a Krumpli Fesztivált. Életre szóló élményekkel gazdagodtak csütörtök délelőtt a Bökönyi Általános Iskola első osztályos tanulói. A gyermekek sárkányrepülőbe mutató csodáltak, amihez a balkányi repülőtér biztosította a helyszínt. A reptér hamarosan nem csak a diákok számára szervez eseményt, június 17-én, 18-án és 19-én ejtőernyős bemutatókat láthatnak a repülés iránt érdeklődők. Hatalmas mennyiséget, 15 ezer doboz adózatlan cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök Záhonynál. Az illegális rakományt Rafi, a szolgálati kutya szagolta ki. A tételes átvizsgálás során megbontották a kamion padlózatát és a speciálisan kialakított rekeszekben bukkantak a 15 ezer doboz cigarettára, amelynek értéke 20 millió forint. A csempészárút és a pótkocsit lefoglalták, a sofőr ellen eljárás indult. Önök június 9-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták friss hírekkel. Holnap este jelentkezünk, addig is látogassanak el weboldalunkra. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtök éjjel borult, enyhe idő várható, eső nem lesz. A hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul. Péntek napközben néhol borult, néhol napos időt jósolnak a meteorológusok, eső is esett, 26-29 fok várható. A hétvégén marad a nyárias, meleg idő, szombaton csapadékkal.